megtartotta hagyományos kósnapi rendezvényét az Érdi Kós Károly Szakképzőiskola. A program során ünnepi műsorral emlékeztek a névadóra, valamint díjakat is kaptak a diákok. A nap során vetélkedőket tartottak és érdekes előadásokat hallgathattak meg a tanulók. A szakképzőiskola több mint 20 éve viseli Kós Károly nevét, így a névadó tiszteletére minden tanévben van egy nap, amikor megemlékező műsort tartanak, majd egésznapos programot szerveznek a diákoknak. Fő kohéziós erő az, hogy a diákok tisztában legyenek azzal, hogy az iskola névadója egy olyan személyiség, aki nem pusztán egy név, hanem aki olyasmit tett le itt az ország asztalára, ahol a szakmaiság, a több dologhoz értés az jelen van. Mi is azt várjuk el a diákoktól, hogy a saját területükön igazi értői legyenek a mesterségüknek, és valahol a polihisztor ideológiát meg tudják valósítani. Bejövünk iskolába, ugye, és utána vannak különböző programok, tori verseny, német verseny, meg a kósnappal így totók, meg ilyenek. Reggel be kell jönni erre az ünnepségre, ami meghatározott diákszám lehet az osztályokból. Utána meg előadások vannak, történelmi előadás, sportelőadás, meg szakmai bemutatása vannak. A nap hagyományosan az ünnepséggel kezdődött. A Kós Károlyról szóló műsort követően kapták meg a díjakat az arra érdemes diákok. Iskolánkban évek óta hagyomány az, hogy kósnapon kósdíjat kapnak az arra érdemes diákok, ezen kívül most olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy számos versenynek most jutottunk el a finiséig. A költészet napjára emlékeztünk nem olyan régen, tehát ezek a díjak is most kerülnek kiosztásra, a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, szépíró verseny, és ezen kívül a sport tegnap lezajlott kóskupának a díjazottjait is most látjuk vendégül. A Kazinczy verseny szép kiejtési versenyen ő harmadik helyezett lett. Hát én nagyon szeretek beszélni, meg ünnepségeken is szeretek szerepelni, úgyhogy emiatt is beiratkoztam, mert jelentkeztem, hogy mehessek a versenyre. Szép kiejtési verseny, Kazinczy versenyért, és harmadik helyezett lettem. Már szóvivő szeretnék lenni, rendőr szóvivő, és ezért tartom fontosnak. A szerdai kósnapon a szakmák egy kicsit háttérbe szorultak, ugyanis egy-egy ilyen alkalommal a diákok és a pedagógusok is, eltérve a szokásos napi menetrendtől, más oldalukról mutatkoznak be.